kedves vendégeket rendezvénysorozatunk nyitó programján, a Világos Térségünket konferencián, Nagykörösváros önkormányzata és polgármesteri hivatala, valamint együttműködő partnerünk a Kampus szervezésében. A mai tanácskozás célja a több éve elindult kezdeményezés felerősítése. Tiszta, épp, virágos, lakható és élhető környezet megteremtése városunkban és térségünkben. Felkérem dr. Surányi Dezső professzorukat, ősi kultúra, kertkultúra növényei címmel tartsa meg előadását. Polgármester úr szavaihoz azért is kapcsolódnék, hogy nem szundikáltam közben, egytől kapcsolódnék ehhez az által elmondottakhoz. Mindenképpen a városközpontra legyenek nagyon büszkék. Én a szomszéd városban lakom, igen, hát rosszul esik, amikor mondom, hogy na gyerekek, most már kapaszkodhatok Nagykörösnek szebb a városközpontra, mint Szegvédé, úgyhogy kellőképpen az ott születettek ennek nem örülnek. A pusztai tölgyesekről egy mondatot, Homokon egészen egyedülálló. Homoki tölgyesek tulajdonképpen nincsenek a orosz-ukrán sztyeppéken sem, mert azok löszön vannak, és ennek az a következménye, hogy a Homokon levő tölgyes sok évszázad alatt kilugozódott, tehát nem meszes a homok, hanem inkább savanyú, és ezáltal egészen különleges, fajgazdag, nagy biodiverzitású homoki tölgyes erdőségek alakultak itt ki. Egyetlen egy feladat még Nagykörösnek a világosításon túl van, hogy valamilyen úton mondom, tázerdőbe vissza kell csempészni a magyar kőrist, mert ez a város nem csak azért, mert hogy ez a városnak a névadója, hanem hogy végleg elimináljuk a török kornak a következményeiknek. Tudjuk azt, hogy abban az időben pusztították ki, mert abba kellett adózni Nagykörös városának. Én a világosítást egy kicsit távolabbról fogom kezdeni, ezt elhelyezem a magyar népnek, a magyar kultúrának az egészébe. És nem tudománytalan formában példákat nem akarok hozni, hanem egész tudományos megalapozottsággal. És azzal a nem rejtett hátsó szándékkal, hogy majd egy későbbi időben már egész konkrétan Nagykörössel kapcsolatban elmondhassam azt, hogy mit kell azért tenni, hogy újra fejes alátába Európa nagyhatalma és uborkába Európa nagyhatalma szállítási téren, az exportba Nagykörös megint olyan híressé válik. Mint ahogy akarjuk tenni azt, hogy itt annak idején dolgozott egy kiváló botanikus, aki a háború poklába pusztult el hadifogói táborba, Passzóba, Hargitai Zoltánnak is az emlékét. Azért akarjuk emelni, mert az, hogy egyáltalán ma Nagykörösnek a növényvilága olyan emblematikussá vált az ország, számára ez Hargitai Zoltánnak köszönhető. Elég csibész módon néhány botanikus kolléga az ő eredményeit megpróbálta asszimilálni, nagyon szépen fejeztem ki, hát mi meg fogjuk azt tenni, hogy orruk alá dörgöljük, hogy más tollában nem élik. A máslás még a tokai borba se jó. Egy olyan képpel kezdem, ami Nagykörös számára és nem csak Szegléd számára fontos, amelyik és a régi nagykörösi megyfajták, és ez azért érdekes, mehetünk tovább, mert ez a megy annak dacára, hogy évről évre monília járvány van, az minden permetezés egyéb nélkül teljesen mentes. Jeleztem azt, hogy messziről fogok indulni, nevezetesen a neolitikus forradalomtól, ami nem megrázta, hanem átalakította a világot, és ez körülbelül Krisztus előtt 4. évezredbe ért el a Kárpát-medencét. Most nekünk nem voltak olyan környezeti adottságai, mint az Abrosz-hegységben, ezért van az, hogy a Tisza völgyében ugyanilyen neolitikus forradalom nem tudott lezajlani. Ennek az volt a lényege,
hogy bizonyos hűféléket, amit ma gabonaféléknek nevezünk, a domestikációja itt kezdődött el az Eötvös-hegységben. Ez csak egy emlékeztető, hogy ezek voltak a világnak a legnagyobb növénytermesztési központjai, és hála Istennek, ami az öreg kontinens Eurázsiára vonatkozik, azt a két nagy besatírozott területet összekötötte valami. Közben nekünk különböző helyeken megfordultunk, és a Selyem útra utalok, mert ez azért nagyon fontos, mind a tengeri, mind a nomád szárazföldi útvonalak, mert a legtöbb gyümölcstermő és kertészeti növény, ami Eurázsiát illeti és érinti, azok ezeken az útvonalakon mozogtak. Többek között az, hogy nálunk ma van, vagy volt nagykörösi óriás, sárgabarack, az annak köszönhető, hogy a Selyem úton a sárgabarack eljött ide a Kárpát-medencébe is, viszont innen Európából került az a termesztett szőlő Kínába, amit most kezdenek termesztésbe vonni. És ők még mindig az amúri szőlőt a legutóbbi második kínai utamnál tapasztaltam, hogy a erdőbe gyűjtik a gyümölcsöt, gyümölcsét ennek a vadszőlőfajnak, és abból készítenek bort. Kicsit furcsa, mert minthogyha Bulgáriába járna az ember és rózsaolajat öntene a normál borba, hát egy kicsit ugye ez együtt pikáns. Tehát meg lehetett szokni a fahéjas díszítésű sülcsirkét is, biztosan, hogy meg fogjuk ezt is szokni, pláne amilyen szép számmal vannak kínaiak jelen ma már az országban. Mehetünk tovább. Ez arra vonatkozik, hogy itt az előbb volt egy kép, hogy milyen helyeken fordultunk meg a térkép szerint, és az is nagyon fontos, hogy mi volt itt a Kárpát-medencében. Többek között egy olyan két részre is tagolódó Pannonia, amely a mai napig meghatározza. Föl kell a területet, föl kell menni 3000 méter magasságba repülővel, és még mindig azokat a 100 hektároknak megfelelő területi beosztást, amit annak idején római geodéták kialakítottak, még ki lehet venni a mostani terepviszonyok mellett is a két pannoniai tartományban. És hogy milyen ez, tessék, a következő, kérem, a Veszprémből a Balatonfüredi úton elindulunk, Nemesvámos határában van Baláca puszta. Ez egy fantasztikus villagazdaság, ilyen pompázatos mozaikok vannak, amikor egy nemzetközi konferencia résztvevőit ide elvittem, és főleg olaszok voltak, nem kis hátsó szándékkal elvittem, és így kell, nem propaganda szólamokkal, hanem ilyenekkel kell az országnak jó hírét kelteni, mert ezzel lehet mindenkit legjobban meggyőzni. Szinte az irigység és a rosszulét kerülgette őket, hogy milyen fantasztikus villagazdaságot hagytak itt a rómaiak, például Baláca pusztánál. És még ami érdekes, az én nagyon közeli specialitásom, szilvákkal való foglalkozás, az ókornak egyedüli szuperhatalma a Római Birodalom volt, közismerten, sehol a világon nincsen, szilva gyümölcs ábrázolás csak itt Baláca pusztán a falon. Most azt nem hoztam, mert az nagykőröshöz kevésbé kötődik a szilva, mehetünk tovább, és kérem, ami ugyancsak komoly hatással volt erre a vidékre, itt a Gógányi részen is valamikor vannak erre utaló jelek, a Gerje mellett és Tisza mellett különösen a ligeti szőlő. Ma már 2-3-400 éves hatalmas inda növények vannak a Tisza átéri részén, hál' Istennek azért mindent nem vágtak ki, de sajnos van, ami magától is ki tud pusztulni. Hát gondolná az ember azt, hogy vannak ezer éves gyümölcsfa matuzála, meg most épp erről kell hamarosan a Kossuth Rádióba egy szabad előadás keretébe szólni, hogy bizony itt vannak több évszázados gyümölcsfák is. Nem csak tölgyből, meg nyárfák, fehér nyárból és ehhez hasonló erdei fákból, hanem gyümölcsfákból is. Többek között a szelíd gesztenye
képes ezer esztendőt is megélni. Kőszeg Messesvölgyi részen ez olyan 1050 évet élt, amikor sajnos már nem tudták életbe tartani, de mint tanúfát szárazon a csonkját meghagyták. Ugyanilyen van Pécs bányatelepi, ugyancsak 1000 éves. Most azért a kis testvérei olyan 901 néhány évesek. Most az igazi probléma már nem az, hogy a fejsze és a faanyagészség, hanem elsősorban az, hogy van egy olyan háncskambium részt károsító gombabetegség, amitől pusztul a szelídgesztenye, de erre egy új éles stratégiát dolgozott ki ez a fa, idézőjelvetében, ilyen bokorhabitusú növények, tehát nem lehet kipusztítani, mert a magyar flórának része, és ezt is védeni kell. Mehetünk tovább. Ezt pedig azért mutatom be, nem kis irigységet remélek, emiatt, hogy én egy olyan helyen jártam iskolába, ahol körülbelül órákban mérve olyan 40-42 órát tartottam a kezembe, nemzetközi tekintélynek számító idegeneknek, Pannonhalma hegyén a Tihanyi apátság alapító levelét. Ebben jó néhány, többek között a magyaró is szerepel, mint héjas gyümölcsű, és ezt nem véletlenül hoztam ide példaként, ugyanis a körösi erdőben reliktumként egy magyaró társulás is van, többek között a kis magyarós feléken, ami az egyik legkisebb emlős állat. És hogyha az ember csendben van, leül, akkor egy idő után jelentkeznek, csodálatos élmény. Sajnos én ezt akkor értem át, amikor még nem volt videó, mentünk tovább. És hogy milyen jelentőségű volt Körösön is és máshol is egy emblematikus hely, Pannonhalmának kvadratúrában mindig ott van a szőlő, de ott van a templomnak a oszlopánál is, mint díszítmény, és ilyen építmények pusztultak el a századok során. Egy érdekes élmény, éppen ide vittem egyszer iskolásokat, mert szerették volna közeledről a bencéseknek a gazdaságtörténeti értelemben a tevékenységét megismerni, és többek között, hát ez is, mint bencés apácsa, ide elhoztam, és naivan egy amúgy nagyon értelmes 7.-8. osztály körüli lehetett az a fiatal, oda jött, azt mondják, tanár úr, hát nálunk mindig ilyen romokat építettek, hát mondom, igen, mert ilyen kegyetlen és ilyen mostanában volt hozzánk a történelem. Na most ettől függetlenül azt mondom, hogy ezt már úgyse tudjuk, akár hány centimétert sírjuk lejjebb a köldökünket, ezt már akkor sem tudjuk megváltoztatni. De azt viszont, ami van, azt meg kell menteni. Mint ahogy én csokrádi származású vagyok, Elés Monostora, benn van az átélen, most kiagyaltuk már, mivel nagy árvizek vannak, hogy időről időre ne öntse el a tiszai árvíz, amit egyébként korábban nem tett, bár egy nagy puklin van ez az egész objektum, hogy az neked ne legyen a víz martaléka. És ne csináljunk olyan rendelkezéseket, mint amit a közelmúltban elképesztőnek tartom és beterjesztettek, hogy útépítés előtt nem lesz kötelező a régészeti föltárás. Úgyhogy én mindenképpen szeretném érintetteknek már többfelé is mondtam, hogyha valamit gyorsan vissza kell, nem akarsz, ez a legfontosabb, hogy ezt a ordinári kultúraellenes rendelkezést a parlamentbe vissza kell vonni. Mehetünk tovább. Ezek, kérem, óriási értékű leletek, amikor ilyesmivel találkozunk, mert ránk eszközök kerülnek elő, itt most éppen temetői csontok láthatók, és milyen növényekkel foglalkoztak a középkorban. Kérem, elsősorban dísznövények és gyógyító növények. És azt is tudni kell, hogy ez egy nagy hiba. Lehet, hogy a nagyüzemi gazdálkodásnak egyik következménye, meg a
a túlzottan haszonelvű kertészkedésnek a következménye, hogy túlontúl csak abban gondolkodtunk, hogy sokat teremjen, nagy legyen, stb. Stb. És arra nem, hogy ezeket lehet esztétikai értékként is kezelni. Többek között, ahol például a ravatalozója volt egy monostornak, ahol előkészítették a szerzeteseket a temetésre, ott volt mindig egy olyan dísznövénykert, amit úgy alakítottak ki, mint a virágos kertet. Most is. Tel is, de teli rakják minden vacakkal a kerteket, és utána sírnak, hogy nagyon drága a sárga barac, de mindig ott van az a átkozott ott öt fenyőfa minden kertbe, amit meg nem kellene, hogy legyen, és hadd mondjam azt, hogy ez legjobban, és nem a hátam mögött mondom az illetőnek, mert ővel már ezt megbeszéltem, Tiszakécske polgármestere, most már lassan fölfeszítenek vele, mint Krisztus Urunkat, hogy én szerezek neki Kécskei Rózsát. Ez egy sárga barac fajta. Mondtam neki, hogy mondom, ez meg lesz, de akkor előtte vágjátok ki Tiszakécskén azt az istentelen sok fenyőfát. És akkor nem lesz 1200 forint ebbe az üdülő városba nyáron a barack, amiből rengeteg volt. Hát 30 évvel ezelőtt még Uppelhelyen Dezső bácsi ékkal jártuk, az ókécskeiekkel, jártuk a környéket, és 100-150 éves hatalmas vastag derekú barackák voltak. Ma nincs belőle semmi. És azért örömmel mondom, hogy nem hagyom el, hogy ezek a dolgok elvesztenek. Ezért van az, hogy a magyar postánál a régi gyümölcsfajtákból bélyes sorozatokat is tervezek, kivitelezője pedig Nagy Imrének a dédunokája, Benedek Imre, ez érdekesség, hogy így futnak bizonyos szálak össze. Most május 9-én lesz a második bélyes sorozat megjelenése. Egyik az a Kécskei Rózsa barack lesz, a másik pedig a Pándi megy. Miért a Pándi megy? Mert a Gyürk Andrástól kaptam egy jelzést intről Brüsszelből, hogy képzeljem el, édesapja egy minisztériumi tudományos folyóirat szerkesztője, és így jutott el hozzám, hogy képzeljem el, hogy a Románia bejelentette Brüsszelbe, hogy a Pándi megy az az őfajtája. És a másik pedig a Pándi megy lesz. Most nem hangulatot akarok a románokkal, hanem kapcsolatban gerjeszteni, hanem arra, hogy ennyire fontos, hogy mi jó PR munkánk, nem a másik hibáiról, hanem a magunk értékeiről. És ez egy ilyen értékindító előadást kívánc, hogy nem mehetünk tovább, és amikor nekünk ilyen Budánk volt, akkor miért nem hallgatnak a szakemberre, és egy törmelékes vacak rejtőn sok millió forintig próbáltak a Buda oldalán szőlőt telepíteni, elment a pénz, nincs belőle semmi, amikor mondtam, hogy nem lesz a reneszánsz évre kész, de az akkor normális lesz. Nincs mostan, elment a pénz, de nincs ott a szőlő sem. Mehetünk tovább, mert kérem szépen ez a reneszánsz időszak is olyan volt, és ez az egész történelmi Magyarországunkra vonatkozik, hogy a bírstől kezdve almánát, akár naspolya, őszi barack és minden egyéb. Kérem szépen, ez a kulcskérdés, hogy Mátyás király idejében milyen gyümölcs fajták voltak többek között. Van egy olyan fajta, aki komolyabban foglalkozik szilvával, talán ismeri is, az a most, hogy Sernia. De ez valamikor nápolyi szilva volt, azért, mert Beatrix idejében került Nápolyból ide. Kérem szépen, ezt mai napig termesztjük, és ott van a Hieronymus kódexnek a címoldalán, ez a szilvafajta ott található. Hát mi a fenére kell nekünk büszkének lenni, ha nem ilyenekre? Akár a naspolya, akár az almafajtán. Kérem szépen, olyan értékek vannak, ezért mondom, hogy korábban a nyári fontos almát az előző évi bélyeg sorozatban azt jelentettük meg. Meg nyavajognak sokszor a kereskedők, hogy apró a magyar gyümölcs. Hát kérem szépen, 450 gram egy almánál szerintem tűrhető.
És amikor macskafej, vajkörte 600 g-os, akkor azt mondom, hogy jobb, ha már elmegy szintjógyászhoz az illető kereskedőn, az életében nem látott akkora gyümölcsöket. És ezek mind Kárpát-medencei fajták. Mehetünk tovább. Vagy például ez a nagyon szép villan, ugyancsak azokat a telítét, azt a behozatali pontot jelzi, hogy mi nekünk jöttek a németektől, francia szerzetesek révén, jött Olaszországból, és utána mehetünk tovább. Tetszik, nem tetszik, tudomásul kell bennünk, hogy jöttek a törökök jó voltából is. És a török kornak is a megítélését egy kicsit újra kell. Itt közben megy itt a morgás, hogy mi minden következménye volt a török ittlétének valóban. De ők nem mocsarasították el az Alföldet, mert előtte volt egyik nagy izlandi tűzszárnyúnak a kitörése is. Másfél éven keresztül iszonyatosan rossz időjárás uralkodott, és attól kezdve nem tért egészen a 19. századig normálisan vissza a klíma abban a mederben, amiben korábban volt, és azt is tudni kell, hogy rendkívül sok gyümölcsfajtát és virágot hoztak be a törökök. Én ezzel nem akarom megszépíteni, és még egy adalék, hogy az adózásnál pedig, hát most ezzel mindenki foglalkozik, különböző vérmérséklet és politikai hovatartozás szerint, de azért tudni kell azt, hogy a török időben nem a török adósította el a népet, hiszen amikor béke volt, akkor megszedte az adóját a király, megszedte a győri egyéb püspökség, és megszedte a török is. Hát azért ebbe csak bele lehetett görnyedni. No, Bakonybér is idő során tönkrement, ez többek között egy kis bencés közösség, ők főleg ma gyógynövényekkel szerepelnek a közvélemény előtt. Itt is vannak bizonyos olyan gyógynövényféleségek, amelyek a hagyományát újra kellene kezdeni, és hasznosabbá lehetne tenni, mint azt, hogy kimegyünk a gyöngyvirágos tölgyesbe, és mivel az nem kerül pénzbe, megszedjük, és utána kosárba kivisszük a piacra. Ezeket mind meg kell súlyosan büntetni, azért, mert hogyha nem engedjük, hogy ez a növény normálisan éljen a tölgyek alatt, akkor ki fog száradni a talaj, nem azért, mert berobbantották az oroszok a különböző vízereket, biztos, hogy annak is szerepe volt, de ennek sokkal súlyosabb hatása volt, és abból következőleg elkezdtek a tölgyek például körösen száradni. Ez a ottani kis közösségnek most a vezetője, nagyszerűen csinálják a gyógynövényeket, mehetünk tovább. És ez is hozzá tartozik, hogy régen Nagykörösön is, Cegléden is, Csongrádon is, Ruszban is a szerénységben is, különböző szőlőfajtákból tudtak készíteni, mert melegebb volt a klíma, asszúr volt. Ez is arra alkalmas, ma már eltűnőben levő fajta. És kérem szépen, itt voltak olyan füzes részek, ahol nem volt raffia, mert nem tudták Madagaszkár szigetéről behozni, meg pláne nem volt műhancs, fűzzel történt. És ennek a arhaikus formái, ha máshol nem, az ember megtalálja szerénységben, ezt például Erdélybe gyűjtöttem. Ilyen szőlő birtokokon, ilyen kis hagyományos, tradicionális kunyhók is voltak, és többek között ezekkel a fajtákkal is találkozhatunk, mehetünk tovább. Ma én mindenkinek és Nagykörösnek is azt javaslom, ilyen rettentő keménynek, nem konoknak, keménynek kell lenni, mint ez a szőlő. Ez a Nemzeti Galéria fönn a várban. Valami oknál fogva valaki kijött az erkélyre, és a szőlő már bekerült a kövek közé. És kérem szépen, ez a kis vacak szőlő szokott teremni. Nekem, én, hogyha most
lesz egy olyan parlamenti döntés, hogy lehet újra nemesi címet szerezni, én ezt a növényt fogom címerként választani, mert ezzel a küzdő szellemmel lehet az embernek jó tudományos célokba elérni azt, amire fölteszi az életét, mert tudom. A tradíciók megvannak olyan formában is, hogy gyűjtjük, szedjük a diót, és hát ez is egy korábbi időszaknak a hibája, amikor nem kellett származási igazolást adni 92-ben arról, hogy honnan származnak az évszázados vastag diódenék, derekak. Például Cegléd határában is egy olyan helyet sikerült kerékpározás közlemek, természetvédés közepette fölfedni, ahol több száz köbméternyi évszázados diófa rönt volt, oda menekítette valaki, és onnan vitte tovább, mert szabadon lehetett Olaszországba, Franciaországba kivinni. Én ezt a genocidiumhoz hasonlóan, mert a Juglans a neve a diónak, ezt én Juglandocidiumnak mondanám, és ugyanez most bekövetkezett költefákkal, mert kiderült, hogy nagyon jól lehet faragni műalkotásokat, ez még a jobbik eset, mint hogyha csak elküzelni, ugyanígy a évszázados szilvafáknak, és a 150 év körüli sárgabarasz fáknak pedig a törzsemivel laza szerkezetű, ezt a Tisza mentén múzsikafának mondják, mert a legjobb citera nyersanyag ez volt. Úgyhogy amikor ilyeneket mondok, hogy múzsikafa, így néznek, hogy most eddig még normálisan magyarul beszéltem, mehetünk tovább, hogy mi a fenét akarok én mondani. Ez egy igen jelentős korú, nem olyan túl erőteljes növekedés Tiszaháton lesz. Körülbelül a második koronájának a második szintjéig addig vízborította, amikor volt az árvíz. Hát ez pedig egy kis megbeszélés, itt nem az én személyem az érdekes, bár föl lehet ismerni, mert a Duna TV-nek a dokumentum filmjében én nem szoktam igazából véve ennél másabb öltözetben, mert én felten dolgozom olyankor is, viszont ott középen áll egy úriember, ő azért Hungarikum, mert az utolsó tengerjáró hajónak ő a kapitánya. És ő ezt a csépai 150-200 éves gyümölcsöst megszerezte, és neki most az a rögeszménye, helyes rögeszménye, hogy ezt életbe tartja, és Csépa népét ide vonza, és az idegeneket is, és ebből akar látványosságot csinálni. Mennyivel jobb, mint hogyha kocsmába tölteni a napjait. Mehetünk tovább. Ez is a hagyomány. Kérem, ez a múltévi egyik bélyeg. Most egy kicsit hangulatosabb képen egy gödörbe összeszedtek szét nyári fontos almákat, és így jelent meg tavaly bélyegen. Itt fog a Pándi Megyis és a Kécskei Rózsabarack is bélyegen megjelenni. Sajnos elég drága ezeknek a illetéke, mert tudjuk azt, hogy igen drága a postai költség, ma már legjelve. Mehetünk tovább, még egy-két dolog van. Többek között egy érdekes felvétel, őszi barack előfordul Dunántúlon is, mégpedig a Sárközi részen, ez Madocsa határában van, és ez pedig itt a szomszédban, ami miatt annyi per volt Cegléd és Nagykörös között a csemői határban, ez az úgynevezett gumibarack. Erre azért hívom fel a figyelmet, hogy azért gumibarack, mert hihetetlen szívós az állománya. Ezt föltették a kerékpárnak, csemő tanyavilágában élők mesélték, föltették a kerékpárnak a csomagtartójára zsákban, bevitték, kiöntötték a teljes kosárban, amiből addig kivették a kannát, és onnan árulták, és ha nem kellett, újra beletették, és még két piacot kibírt. Hát melyik őszi barack bír ki annyit? Van olyan, hogy ránézünk, már attól elhagyja. Nem tudom tovább.
Hát ez pedig annak a példája, ez kecskeméti tréfa. A Keresztény Értelmiség Szövetsége meghívott egyszer egy előadásra, és olyan templomba járó emberek is voltak, akik meglepődően látták azt, hogy mi az, hogy oltárképen van ilyen. Nem túl jó ez a kép, mert kevés volt a fény, és egy reprodukciót kellett ide tenni, de hát a Barackos Madonna a érseki főtemplomnak az egyik mellékoltárán van. Úgyhogy szabad az embernek egy kicsit a saját portáján is körülnézni, úgyhogy ez egy döbbenet volt számukra. Ez pedig azért érdekes, mert közelebb fogok hozzájönni, hogy ez a Gál Ignác csendéletnél szétroppantotta, vagy aki összeállította ezt az alkotást, hogy ez így nézzen ki, szétroppantotta a gyümölcsöt, és elszíneződés van a mag körül. Nagyon valószínű, hogy ez a 19. század legelején, amikor arról beszélnek, hogy a Beszercei Szilvának megfigyelték az Alföldön a fajtának a leomlását, hogy nem terem annyit, kevesebb gyümölcs van a fán, elszíneződik a húsa, ez már a sarkavírus, ami ma tudjuk, hogy milyen óriási problémát jelent, szinte limitálja az, hogy bizonyos szilvafajtákat nem tudunk már termeszteni. És itt van egy ábrázolás, a Nemzetközi Virológiai Társaság, nem tudom, hogy meg tudott-e a Nemzeti Galériával egyezni, mert ott van a festmény eredetije, ez mint emblematikus képet, mert ugye állandóan ezt szajkozzák, hogy 1922-ben Bulgáriában megtalálták a sarkavírust. Hát lehet, hogy sajnos ez egy hungarikum, mert sokkal korábban megvolt. Ez ugyanolyan meglepetést okoztam bele, mint amikor egy cseresznye konferencián az olaszok büszkén mondják, hogy Lucullus a hadjáratos során a cseresznyét behozta Itália földjét. Utána két etruszk mozaik képet, sír mozaikot kivetítettem, mert szót kértem, hogy ez valami nem stimmel. Tudom, ezek a cseresznyefajták micsodák. Tehát annyira olaszok voltak, még annyira birodalmi olaszok voltak, hogy nem tudták azt, hogy előtte volt. Hát ehhez kellett egy ilyen szőlőmaghoz hasonló magyar kutatónak oda menni és rámutatni erre a tévedésükre. Mehetünk tovább. Na ez az, amit én mondok, hogy ilyen évszázados fák voltak Tiszakécske határában is, amiatt a polgármester képviselő úr reklamált, hogy nincsen ott, mint hogyha én tehettem volna, hogy a karacfákat ott kiirtották. Hát ez már ilyen nosztalgikus kép. Hol vagyunk már ettől a kecskeméti barack piacról? Nem véletlenül, hogy most, amikor megjelenik olyan információ, miniszterelnök avatta föl, vagy ott volt ezen a ceremónián, amikor a Mercedes gyár elkezdte a működését, és akkor ilyen hülyeségeket írtak az újságok, hogy a barackfák, a susogó barackfák alatt ott van a autógyár. Hát ha ott lett volna a barackfa, akkor nem kellett volna megírni a Forrás című folyóiratnak azt a nagyon-nagyon hosszú kecskeméti baracksírató történelmi tanulmányt, hogy bizony mennyire eltűnt. És kérem még itt, 30 évvel ezelőtt is több százezer barackfa volt Kecskemét határában, most meg kell nézni. A Homok az a című könyve, Füzi Laci barátom még egy árva a rendőrfalu nevezető rész, amikor Orgovány felé megyünk ki, ott egy árva vacak fát tudtak, ami 10 vagy 12 gyümölcs volt, ennyi volt az összvisz. Hát ezt nem hiszem, hogy oda susogott a Mercedes gyárnak. Én meg emiatt aztán kiabálok, mert talán még van. És ez pedig egy zárókép. Pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy hát biztosan hoztam a zsebbe, mert tudják, hogy én mediterrán területeknek a szerelmese vagyok, hogy hát hoztam magammal énekes kobócát, és a cegléti temetőbe odaraktam a fára, és lefutóztam. Hát ez azért se stimmel, és ez jelzi, hogy egy fölmelegedési időszakban vagyunk,
És itt jön a végkövetkeztetésem, hogy mit kell Nagykőrösnek is választani erre vonatkozóan, hogy a felmelegedésnek biztos jele. Tavaly ünnepeltük Teleki Lászlónak a halálának és születésének is évfordulója volt. Szirákkal voltunk. És amikor koszorúztunk Szirákon Katona Tamással, rázendítettek, és a Kőr István legalább 40 énekes kabóca, pedig az fönn van Nógrádon. Ez mi? Mit jelez a szakembernek, hogy az Árpád korban a mostanihoz képest is körülbelül olyan 3 Celsius fokkal melegebb volt, és most arra felé megyünk, tehát a legkorábbi időszakban, amik itt sikeres kultúrák voltak, mind virágba, mind termesztett növényekbe, azok felé kell fordulni, mert mindenképpen ez tetszik, nem tetszik, most ilyen tendencia van, és ebben kevésbé van az embernek azért szerepe, ezt túlhangsúlyozzuk ma, ez egy sokkal nagyobb csillagászati háttere van, ez egy más téma, ebben nem akarok belemenni, mindenképpen ebbe az irányba kell a megoldást keresni, hogy minél több ember itt maradjon, minél több ember jobban éljen, és ne keseregjen, és lehetőség szerint még többször álljon meg Nagykőrösön a vonat, mert az annak a jele, hogy nem egy kihaló település, hanem egy olyan hely, ahol érdemes élni, és akkor nem csak azt fogjuk a történelmi tanulmányokba olvasni, hogy hát Nagykőrös egy nagy múltú, sok szép házzal rendelkező polgári város, hanem egy olyan város, amely nem csak múltja van, nem csak jelene, hanem jövője is. Köszönöm szépen! Boldogabb ifjúkoromban én földbőjön voltam a 60-as, 70-es években, és az országban sokfelé járva a közutak és illetve az állami kezelésben lévő utak mellett például a Bozrok közben almafákat láttam, seregélyes vidékén cseresznyefákat, Szentmártonka, illetve Egyénk mellett még mindig megvannak a nagy diófák. Hát most ezek a dolgok eltűntek. A másik pedig, ami szívfájdalmam, hogy a közutak mellől szintén eltűntek a magyar szára jellemző jegenye nyarak. Milyenek azok? Az utóbbival kezdtem, nem szeretnék újabban szaporítani. Másik pedig az, hogy a motorizáció és a nagy forgalom miatt, főleg az enyém környékét mondom, állandóan, mert ugye güzűfajta az ember, olyan, mint a hölcsök, nincs a forgalomról se tekintette, inkább elviselte az, hogy átmenjen rajta az autó. Nem egyszer vészfékezéssel kellett megállni, mert nem érdekelte a forgalom. Az útkelős közepén ott volt a dió, és szedte angyali nyugalommal az illető össze. Tehát ez veszélytelen, de komolyra fordítva, nagyon nagy hibának tartom azt, hogy eltűntek a kevésbé forgalmas Körösi utcákról is a megyfák, eltűntek a szilvafák, hadd mondjam azt, hogy nyári időszakban tarts a szilva, az összes barátfüle, dereje és minden szükséglethez való töltelékek, Csongrád városon most újra kezdjük a tarka szilvát telepíteni. Ez volt, és helytelenül Galagonyának mondták a aranybibiszkét. Ez a sárga virágban, amit közmintének olajként használunk. Azzal végig ütették, és annak a gyümölcsét ugyancsak felhasználtuk, és kiderült az, hogy ez vérnyomás csökkentő is, a levele is, és a gyümölcse is, hát mi a fennél nem használjuk ki ezt a lehetőséget. És legalább akkor a mély árok, hogyha valaki mégis a kerékpárról a járdán megy, és nem tudta, hogy a maligámról mennyi, milyen a májának a bontó képessége, akkor a mélyen kiásott árkóba lennék be. De hadd mondjak jó példát is. Nekem nagyon tetszett az, hogy egyszer Csongrád Cegléden, ahol most a Majár is lesz, ott Mercedes kocsi utánfutóival 2 cigány család táborozott le, kértem őket, hogy hagyd fotózzam le őket, és kérdezem, hogy mi állatban vannak erre.
körösen az árkokat igazítottuk meg. Mondom, ez igen, és honnan vannak? Dunántúlról, és mondom, hol voltak előtte? Csográton. Na, ez is egy fontos dolog, hogy az áraknak az a funkció, hogy elfolyjon a víz. De hogyha nem folyik el nagyon, akkor lehet beszercei szivárványt is ültetni a partjára, mert hogyha jó vizes a talaj, akkor a sarkavírus terjesztő levéltetvek nincsenek a szivárványban. És abban az esetben már is megoldódik az a kérdés, hogy hogy lehet a beszercei szivárványt vírusmentesen termeszteni ilyen formában. Mert mint tudtunk, a középkorból többek között a bencések leírják, mint a 10 parancsolatnak a 12. pontja, hogy szilvát mindig oda telepítsék, ahol jó érzi magát a káposzta. És a káposztáról legnagyobb rossz indulattal se lehet azt mondani, hogy az nem szereti a vizet. És amikor a vallás alapítvány Monor környékén erdősített, utána mi lett az eredménye? A környezetébe több eső volt nyári időszakban, ezt amikor voltak a török után a betelepítések, oda jöttek vecsésre a németek, és most már kiírják W-vel, TSH-val a vecsésnek a nevét, nagy káposzta fesztiválok, innen is az egész káposzta termesztés erre alakult. És a salátának is, meg az uborkának is volt, ahhoz volt abban a szerepe, hogy nagykörösnek voltak erdői. Ezek így kapcsolódnak egymáshoz. Tehát a hazafiságot nem mondani kell, mert előbb a tényeket meg kell tanulni is, és akkor nem buta mellékvágányokra vinni az egészet, mert utána csak nemzetközi szintén is nevetségkárpé leszünk. És az egy idő után nagyon unalmas. Pándéregynek és a Kőrösi völgynek mi a kapcsolat egymással? Egyesek szerint van, mások szerint nincs. Genetikailag még teljesen nem tisztázódott. Én pillanatnyilag úgy látom, hogy volt egy apró gyümölcsű, nagyon termékeny Kárpát-medencei honos fajta, amelyből nyírségbe is van, például ilyeneket klónoztak le, hogy Kántor Jánosi, vagy Újfehértói Fürdős, vagy Debreceni Bőtermő. A cigánymegy az egy más kategória, és ezekből egy genetikai zavar folytán citoplazmás hímsterilitás, csúnya, így mondom, de ez a pontos neve, egy nagyon kevesebb termő, nagyon nagy gyümölcsű és rendkívül finom gyümölcsű fajta alakult ki, és ez a pándémely. Ennek vannak Kőrösön is, egy kicsit apró, de ugyanilyen finom változatai. A cigány megyek az egy más csoport, az a bosnyák megyekhez tartozik, amihez hasonló, kint a régi Jugoszlávia területén lehetett nagy nehezen eldugni az embernek maraszka likört, vagy lehetett behozni a maraszka megyből, ami készült, az ugyanaz a megy fajta volt, mint ami cigány megyén. És mondjuk, amit Kocséri, meg a Nyársapáti, meg a Nagykörösi TSZ-be is nagyba termesztettek évekkel ezelőtt. Tehát ezek így vannak egymással kapcsolatban. Tehát az a lényeg, hogy a pándi megy, az a cigány megyel nincs rokonságban, de a pándi megyszerű, nagyobb gyümölcsű, finom Kőrösi megy, az viszont a pándi megyel unokatestvére. Én meg kétféle gyümölcsfát szeretném volna nagyon szerezni. Az egyik a szercsika alma, ami a Mackó úr kalandjai, az erdélyi író írt róla a nemes szercsika almáról. A másik pedig a nem tudom szilva, ami erdőként van, és ez nagyon jó. Most a harmadik a késkei rózsabarack. De most az előző kettő, az utóbbit ezt most hallottam, az előző kettő iránt én az újfehértói növénynemesítő intézetbe írtam, és azt írták vissza, hogy elöntötte azt a részt, ahol ezek a csemeték voltak, a víz, és hát nem tudnak küldeni. Most én azt kérdezném meg, hogy ebből legalább most már a kécskei rózsabalackból tudnék-e szerezni egyetlen egy, illetve kettőt, hogy a beporzás jó legyen?
Kezdem a legelsővel. A napokban voltam ismét kint Vajdaságban, és többek között világörökség színeivé akarjuk a szerencségi szőlőfajtáival együtt ezt a legrégebbi szőlőbortermő vidékünket tenni. Most az egy más kérdés, hogy nem Magyarországhoz tartozik, de én nem akarok úgy járni, mint az a bizonyos egyszerű ember, hogy azért nem jár az, mert másiknak is jó lenne, hogy nagyon szépen fogalmazzak. Tehát Szabadkán van a legnagyobb Szercsika változatosság. Szercsika onnan származik. Nevében is van egy szerves. Több változatát is be fogjuk hozni, egy picit türelmet kérek. Nem tudom, Szilvából már fölszaporítás alatt van, bennünket nem jönt el, meg ilyen érdekes, kitérő dolgokat nem szoktunk csinálni, mert én akkor azt szoktam mondani, hogy macskafej körtéből, ne haragudjon bátyám, ebből a fene-fené teszik, akkor se adok magának. Azt kell mondani, nem az, hogy elöntötte, mit öntötte el, száraz helyen van. Na, én nem akarom bántani őket, de ez az igazság, és a harmadik pedig az, hogy a Tisza kétségeiekkel kell majd ebbe a dologba társulni. Most már a legjobb úton haladok arra, hogy a 20 évvel ezelőtt nagy állami segedelemmel köztermesztésből kiirtatott kécskei rózsabarackot újra elkezdjük szaporítani. Hát itt volt a nyári fontos alma. Legalább 100 éven keresztül már ez uncsi, egyszerűen nem érdemes foglalkozni. Kérem, már benne van a nemzeti fajta jegyzékben. Tehát azért nem csak filatériai sikereket ér el az ember, azért többször elmondja, türelem kell hozzá, meg hát az is, hogy az ember szőlőmag legyen. Hogyha éppen nem kell ki, akkor meg nagyon jó szítjószert lehet a magjából csinálni. És aki viszont érzékeny szület idején, hogyha éjnyomorra eszi a szőlőt, azoknak pedig azt mondom, hogy 10-12 magot el kell vágni, és akkor a ilyenkor szokásos hasmenéses kosásokat meg lehet előzni. Ez még már olyan praktikus dolog, ami már nem csak Hungarikum, hanem vidik. Tessék parancsolni, én bírom a kérdéseket, úgyhogy nem fáradok, úgyhogy tessenek nyugodtan kérdezni, és már is szeretném azt mondani, hogy amikor majd a Hargitai Zoltán ünnepségeket csináljuk itt Nagykőrösön, akkor is ugyanilyen érdeklődése legyenek, ő egy óriási alakja volt, és nagyon, nagyon érig lehet Cegléd városon, hogy ilyen botanikusnak élethelyet biztosítottak, hát már Arany Jánosról nem is akarok beszélni.